Boros András, ifjú kolléga. Ijesztő is egy pályakezdő szemével, nem? Amiket Szabó Gábor mond, hogy hogy kell, meg hogy lehet. Egyrészt ijesztő, de másrészt, hogyha belegondolunk, akkor a te karriered egy villámkarrier volt, mert te mondtad, hogy januárban oda kerültél az Eurosporthoz, és a nyári olimpiáról pedig már közvetítettél, hogyha jól értettem, 96-ban. Tehát mi kell egy velem hasonló korban vagy státuszban lévő fiatalnak, hogyha nem ez, hogy fél évvel később olimpiáról közvetített. Igaz, de azért ilyen másút is volt, hát azért sokan kaptak lehetőséget, még a Királyi TV. Nem, kevesen kaptak, de azok gyorsan lehetőséget. Annak egyébként egyetlen egy oka volt, ami... Inkább rossz, mint jó. Nem, azért nagyon jó, értettem az atlétikához. Azért... Ja, bocs, én most azt hittem. Ja, nem, az, hogy ennyire rövid idő. Tehát azért az atlétikát azért nem olyan nagyon könnyű közvetíteni, és meg kockáztatni, hogy talán az egyetlen sportág, amit szerintem jól nem tud közvetíteni olyan, aki nem csinálta. És ezért az... Mert nem felismerhetőek, nem láthatóak annyira, azt hiszem a... Hát figyelj, 40 sportág zajlik egyszerre most túlzással. Hát igen, hát persze. 40 sportág, persze. 10 indulóval, tehát még ugye teniszen fölkészülsz két emberből. Jó, de még nem csak az, ha lecsupaszítom 100 méter, nyilván azért nem is mindenki egyformán esélyes, meg mindenki mindent lát, de én nem tudom megmondani a mozgásából, hogy ez most mi a franctól lett gyorsabb, azt meg tudom mondani, azt látom, hogy fölgyorsult, de hogy mitől. Persze, ehhez benne kellett élni, vagy benne kell élni. Na akkor nézzünk egy nagy százas döntőt. Döntőt? Világcsúcsot. Jó az első rajta, és Szoké szenzációsan kapta, de Usain Bolt már az élet! Usain Bolt mit fogott megint? Usain Bolt így világbajnok! 58! Végig futotta, és egy tized másodpercet javít a világcsúcson. Tyson Gay tudott annyit, mint amennyit futott tavaly. Usain Bolt, de ez meg 2009. És ebben még át a fejét talán ingatta egy kicsikét. Azt mondta egy éve, hogy 9-4-et tud az MVP tudő, és ott megáll majd a világ egész pontosan. Jót választott szerkesztő kolléga úr, mert ebben tényleg benne van, hogy mennyi információ, amikor rögtön kijött beled és spontán, és nyilván össze volt írva, vagy fejben, vagy itt összeszedve, de hogy az a három, vagy az a négy jött elő, ami kellett. De most hadd ne dicsérjelek ezért, hanem mondom azt, hogy a hangod miatt viszont gondolom azért ért kritika, itt is felszaladt. Azt mondják, tehát jártam beszédtechnikára, azt mondják, akik értenek hozzá, hogy amikor rendesen beszélek, normális hangon, az nincsen semmi gond, amikor van ez a váltóhang, vagy nem tudom micsoda, az nekem nem jó. Hát ez így ünnék se jó, hát én is fölmentem malacvisításba, én meg úgy éreztem, hogy a közönséget kell túl kiabálnom. Nem tudom, igen, de hát ez van. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Így, amikor ordítok, akkor így, de hát most 9.58-at futottak át. Igen, megint mindent igazol a sztori. Nekem a klasszikus, az nem a hang felszökik, csak hogy lehet eltérni a szabályostól. Te lehet, hogy rá tudod vágni, én csak azt tudom, hogy Budapest sportcsarnok volt, innentől fedett pályás VB, EB, nem tudom, mi lehet EB, Gyulai Pista közöttette, és azt is tudom, hogy egy orosz, uram, bocsán, még lehet, szovjet, nem tudom, versenyző volt, na azért többit már tudom, a többi adatot, volt az abszolút esélyes, és az óra ellen futott kis túlzással, és Gyula is felépítette egy sztorira az egészet, és csak arról szólt, hogy meg lesz a világcsúcs, mert nem kérdés, hogy ő nyer. Ő is nyert, és ha meg lesz a világcsúcs mondat után mi volt Gyulai záró mondata, mekkora megvan. Erre, mint magyar tanárnak, meg itt egyszerűen néznek, és azt kell mondani, hogy szörnyű, botrányos, magyartalan, nem van magyar, értetetlen. De baromi jó volt. Mert benne volt az egész, mert válaszolt az akkori kérdése, és nem azt kezdte elemezni, hogy hány tized, század, mit tudom én, másodperc, hanem éreztük, hogy itt nagy dolog történt, nagy időt futott. Basz, pont. Na, ugye egyébként, hogy kérdezte, akitől mindig azt gondol, hogy tanulni akartam, és aki az Gyulai. Gyulai volt. Persze. Igen. Az, sokunk az, számára ő igen. Igen, az egyik. És az hál' Istennek talán az a jó, hogy az talán sikerült úgy, hogy igazából nem akarok olyan lenni, mint ő, csak azért úgy abból sokat lehet tanulni. Azért, hogyha őt, és sokat hallgattam őt, már csak azért is, mert sok atlétikát néztem. Persze.
Persze. Tehát az a másik véglet volt ahhoz képest, amit az elején beszéltünk. Tehát te nem vagy olyan, mint mások, mert például a tenisznél, amikor beszéltünk a hangodról, vagy arról, hogy milyen stílusba közvetítesz, szerintem az az egyedi, hogy te érzed, hogy mikor kell közbeszólni. Nem mondasz a labda menetek között túl hosszú mondatokat, hagyod, hogy a néző élvezze a meccset, hagyod, hogy annak meglegyen a lendülete, nem akarsz szerepelni, hogyha nem szükséges. És ez talán Magyarországon egyedüli, mert ezt a fajta tenisz közvetítés, ezt talán te teremtetted meg. Lehet. Vagy jelenleg. Na, milyen jó ember hoztam, mint szembe dicsér, igen. Ezzel sokat szoktam gondolkodni, mert ugye más kollégáimat, amikor hallgatom, ők tényleg sokkal többet beszélnek, és ugye akkor merül bennem néha, hogy most akkor vajon én nem végzem rendesen a munkámat, hogy én ugye kevesebbet beszélek, vagy ilyesmi. Nem mernek szólni a kollégák a főnöknek. Nem mernek szólni. Nem, de nem csak olyan más televíziódban is ugye van tenisz, vagy ilyesmi. Nem tudom, én ezt valahogy úgy így érzem a ritmusát ennek. Ezzel nem szoktam gondolkodni különben, hogy én ott mit mondok. Akadnak olyan helyzetek például, amikor mondták mások is, hogy végsősorban sokat beszéltünk, vagy talán túlbeszéltünk. Pláne amikor szakkommentátor van, akkor ez egy picit fölborul ez az egyensúly, mert ugye két ember van. Tényleg mennyivel nehezebb? Mert egy Grand Slam tornán, ha jól emlékszem, akkor a hétvégékre meg a döntőkre kaptok egy szakkommentátort, de a kisebb meccseket, meg a hétközi meccseket, azokat egyedül kell csinálni. Az egyensúlyt itt mennyire nehéz megtartani? Más az egész. Tehát alapvetően, ha szakkommentátorral közvetítesz, akkor az ugye vagy nagy segítség. Nekem például box közvetítéseknél volt, mert boxot sosem szerettem igazán. És mai napig boxot vagy boxot közvetíteni? Boxot közvetíteni. Azt nem szerettem sose igazán, de hát azért kimond arra nemet, hogy a Kokónak meg az Erdély Zsoltinak közvetítse. És ott például én nagyon-nagyon szerettem Öcsi bácsival közvetíteni, Szent Öcsi bácsival, mert ahhoz meg szerintem megint van érzékem, hogy tudok ügyesen kérdezni tőle, és nem csinálok abból a presztízs kérdés, hogy én mondjam az okosat, hanem az a fontos, hogy elhangozzon az okos. És sokkal hitelesebb, hogyha a szakkommentátor mondja, mert hát mégis csak szakkommentátor. Tehát egy más műfaj, egy kicsit nem nagyon lehet összehasonlítani. Tehát az nem jó, hogyha okosabb akarsz lenni a szakkommentátorodnál. Érdekes egyébként, hogy teniszben azt szoktam hallgatni, hogy a Köves Gáborral közvetítünk ugye sokat, hogy ott egy picit talán a többiek azok csinálják úgy, ahogy én mondtam most, hogy a boxot, hogy akkor a Gábor mondja el mindent. Én meg próbálok, nem azt, hogy egyensúly, mert hol értenék én annyit a teniszhez, mint a Davis Kupa játékos, nyilván nem. De mégis úgy valahogy ilyen beszélgessünk akkor a teniszről, vagy valami ilyesmi közvetítéseket csinálni. Említetted, hogy kialakítottátok ezt a stílust, vagy talán te keresztül, vagy követnek, vagy hogy régen nem volt nagyon volt idő tanítgatni az Eurosportnál embereket, most ezt megteszed. Akkor hogy fér bele ebbe a vonalba, miközben értem is, meg nem is, hogy most két igen jó embereteket elvitte, ha csak félig is, a Magyar Televízió a sporthíreket szerkeszteni, ha jól értem, vagy jól tudom, nem? Igen. Miközben nálatok, bocs, mindent kell csak szerkeszteni, nem? Mert a képanyagot, illetve az eseményt készen kapjátok. Igen. Hát azt is tudják? Nem őket bántom, meg az egyik nálam hogy ők tudják-e? De zseniális, hogy még arra is onnan visznek adott esetben embert, amire hát aztán után képeződik. Én szerintem arra büszke vagyok, kevés dologra vagyok egyébként büszke az életemben, de arra igen, hogy sikerült, amikor azt a feladatot kaptam 2005-ben, hogy az öt emberből legyen egy nagyobb szerkesztőség, akkor fölépítettünk egy olyan stábot, amelyik szerintem jó. Sőt, azt megmerem talán kockáztatni, hogy Magyarországon talán a legerősebb kommentátori szerkesztő gárdával rendelkezünk. Azért minden sportágra van három ember, dolgozik egy Hajdubé. Ez azt gondolom, hogy pillanatnyilag nálunk dolgozik Magyarország legjobb férfi és női kommentátora. És mondjuk azt mondom, hogy talán az első ötből mondjuk három nálunk dolgozik, tehát ezek jó dolgok mindenképp. Most, hogy Dávidék elmentek, ez egy érdekes helyzetet fog szülni. Más csinálnak, senkinek nincs exkluzív szerződés az Eurosporttal, mert az Eurosport nem tud annyit fizetni, és amíg van szabad vegyi értékük, addig csinálják, hát aztán nem tudom, hogy meddig lesz, tudják ezt tartani. Jön az M4-es sportcsatorna, az kimondatlanul, kimondottan, az konkurencia nektek. Persze. Az egyértelmű. Az egyértelmű. Az lesz. Az mindent az. Visz? Hogy már mit embert? Ők? Köszönöm, hogy visszakérdeztél. Pontosan úgy értettem, kíváncsi voltam, hogy te hogy érted. Embert, hát jogokat tőletek ilyen értelemben el nem, de amúgy másoktól. Igen, nézettséget, nézőt, mindent vihet. Nem feltétlenül baj. Sok mindent vihet, igen. Én azt hiszem.
azért az Eurosport most már két éve a világ második legnagyobb televíziójának a... Nem is mondtam azt, hogy titeket beborít, a... másokat esetleg igen. Másokat igen. Tehát azért a Discovery az egy meglehetősen tőkerős háttér. Igen. Mostantól hála Istennek, és ebben a helyzetben ez nyilván szerencsés. Hogy embereket viszem, az embereken múlik. Hogy akarnak-e máshogy dolgozni. Hát és meg amit ott ajánlanak. Meg amit ott ajánlanak nyilvánvalóan. Ebben én nem tudok mit mondani. Majd, hogyha ilyen megkeresések történnek, akkor nyilván ők azért szólni fognak nekem, én elbeszélgetek velük, adok nekik tanácsot, adott esetben, mint hogy a Dávidnak és a Tamásnak is adtam. Mondjuk már nevüket is, hogyha... Székely Dávid és Vásárhelyi Tamás. Mert nem maragszol rájuk. Nem maragszom. Hát nagyon megkérdeztek, hogy ezt elvállalhatják, hogy beszélgethetnek róla. Mivel ugye semmiféle jogalapom azt mondani, hogy nem, így aztán... Erősebb kutya alapom? Nem. Hát miért mondanám, hogy próbálják ki magukat, nézzék meg, hogy az megy-e nekik az a része a televíziózásnak. Én azt gondolom, az én értékrendemben, amit mi csinálunk, az följebb annál, mint amit ők csinálnak most, de lehet, hogy nekem nincs igazam. Hát de lehet, hogy több a pénz, meg talán több lesz a néző is, benne igen. tudja. Tehát kikinek igen. mi a fontos? Igen. Téged vendégként, tudom, hogy csak most akadémikus kérdés és játszása. Hát de talán nem csak a szavakkal való játszás, de az MTV hívhat még az életbe? Jó, valaha az életbe igen. Mostani MTV haragszik rád? Azt hiszem, hogy valamiért megharagudtak a téli olimpia után, de tudom. Tudom, miért így mondod. Illetve, hát azért Magyarországon nem olyan tiszta. Elmondták, hogy mi a gondjuk, ami én azt gondolom, hogy normális esetben nem lenne gond. Együtt közvetítettél a mostani főszerkesztővel. Mi lehet itt a baj? Jó, ez álságos. Hát meg együtt közvetítettünk, jártuk Németország gyakorlatilag minden második tornatermébe együtt, ugye a boxgálák révén, tehát mi azért elég jobban vagyunk az Olival. Tehát ez nyilván ezt az M4 Eurosport viszonyba is azért érződni fog, reménykedem benne. No, viszont írtál egy cikket, a téli olimpia után. Hát igen, akkor volt egy blogom, és teljesen szakmailag leírtam, amit most is tudok, mert hála Istennek, és ezt nagyon élvezem azt a részét a televíziózásnak, hogy az Eurosportban főnökként azért, már magyar szerkesztőség vezetőként, ugye van némi rálátásom az Eurosport nemzetközi ügyeire is, ami azért egy picit két nagy jobb tévé, és ugye ott nekünk vannak meetingjeink, ahol azért én azt gondolom, hogy elég jó szakemberekkel szoktunk beszélgetni a televíziózásról viszonylag hosszú ideig. És tudom azt, hogy miként szoktunk nézettséget értékelni, mivel vetünk össze. Na, ez a mentegetőzés. Ez mondta, a mentegetőzés, és azt írtam, amikor már Schmidt Pál nyilatkozott az ügyben, hogy ők elégedettek a Szocsi nézettségével. A Szocsi ilyen teljesen érdekes olimpia volt televízió szempontból, ugye az Eurosport már nem adott, Magyarországon alig ment, és a többi. És én annyit írtam, hogy mert Schmidt már összehasonlította a vancouveri téli olimpián nézettségével a Szocsiét, és hogy ő elégedett volt, és mert hogy nőtt a nézettség, és én annyit írtam le, hogy mi az Eurosportnál ezt másként szoktuk, és nem nagyon szoktunk különböző időzónákban lévő eseményeket nézettségi szempontból összehasonlítani, mert csalóka. Mert hiszen ugye Vancouver, igen, tehát egy vancouveri téli olimpia esetében, mondjuk a téli olimpián a német nézettség az ugye rettenetesen fontos, meg az európai nézettség rettenetesen fontos, de az éjjelre esett. Persze. Ez meg nappalra. Tehát ennyi, tehát a kettő nem összevethető. Uh-huh. Hát meg volt ott, ha jól emlékszem, vagy azt már egy narancsos cikkbe olvastam, a jogokról is. Vagy ez nagyjából ez a két cikk igen. volt a jogokról, hogy mert azt kétségbejtőnek érzem azt a helyzetet egyébként, mert azt hiszem, hogy azért akik a téli sportot szeretik mondjuk Magyarországon, ez egy komoly tábor. De azt is értem, és én nem... Mondja csak. Ja. Csak mutatjuk szóval így olvasni. Az egy eléggé komoly tábor, és az is egy teljesen vállalható dolog, hogyha egy csatornán közvetít a magyar televízió értelemszerűen egy téli olimpiát, akkor abban nem fér bele annyi, egy híradót este nem fognak elcsúsztatni. És ez a NOB-nak egy nagyon rossz törekvés, hogy elvitte ebbe az irányba. Mert eddig mondjuk el leegyszerűsítve, hogy eddig eladták az EBU-nak, az Európai igen. Tévés Közösségnek, amelyik az ő tagállam, és az Eurosport is ugye ennek tagja volt, és jó, de a nemzetieknek adta igen. oda tulajdonképpen, így Magyarországon az MTV-nek és volt, de is. Volt egy nemzeti, minden országban ugye volt egy nemzeti olimpia, igen. és volt egy nemzetközi olimpia, ahol te, igen. ha nem arra voltál kíváncsi, hogy mondjuk az úszó előfutamokba XY hogyan jutna 200 pillangó az elődöntőbe, hanem azzal a
éppen egy röplabda mérkőzésre voltál kíváncsi, hogy valamilyen atlétika selejtezőre, akkor átkapcsoltál és nézted, és ez szűnt és meg. Ugye most ezt másképp csinálják, hanem szabad a vásár, igen. És akár föl is darabolhatják. Hát igen, de nem nagyon darabolják sehol. Igen. Tehát, de mivel mondjuk Németországban egy ARD-t ráállítottak egész nap és adta, ez Magyarországon nem elképzelhető nyilván, mert egy hogy nem annyira népszerű. Lehet, hogy egy digi, mondjuk nem egy téli olimpiát, de egy nyárit el tudom képzelni, hogy hát majd valamikor 20 csatornán ad, és a Cselgány selejtezőt is nézheti, akit az majd igen. Az majd igen, de szerintem ez még messze van. Hát, mert most a következő olimpia az még ugyanúgy az MTV, azt hiszem, igen. A Rio az MTV, az egy érdekes lesz, mert így most a sportcsatornával azért ez megváltozik egyébként egy kicsit, igen. Szerintem majd. Hát, ha, de szerintem az meg fogják oldani, hogy ugye az ott is látható legyen. Na most ez a szakmai része, de morálisan azt mondták, hogy hát jó, de Szabó úr, hogy van az, hogy ott tetszett hagyni a téli olimpia idejére az Eurosportot részben, ami ugye most kevesebbet kapott ebbe, és átment közvetíteni a Királyi TV-be, ott tündökölt ebben, majd visszajött és leherótozta, hogy még az övéké. Most nagyon leegyszerűsítem. Én szerintem abban az írásban egy olyan mondat nincs, ami a magyar nem televízió. Nem dicsérted az MTV-t, és nem mondtad, hogy hű, de jó, hogy ez így van. Hát de az MTV-nek, de erről az MTV nem tehet. Hát volt, pont azt írtam hát, le. Igen, hogy elmentél az MTV-hez közvetíteni. Hát igen, de az MTV, nem, az MTV egy Viszmajor áldozata, tehát ő annyit tud, én nem vártam el az MTV-től, hogy többet adjon. Az virágosak, ha világosan... Hát ők ezt nem így értékelték. Hát azt nem, de hát az hogy az olvasás, vagy szövegértelmezés... Értem, de megtanultál írni, ők tanuljanak meg. Igen, tehát abban nem volt. Én nem bántottam az MTV-t, azt írtam, leírtam a helyzetet, hogy mi volt, és hogy azért a helyez, már a beharangozó cikkbe is egyébként, mert majdnem az olimpia a megnyitó előttiről is majdnem levettek, mert ott mint Eurosport főnök nyilatkoztam erről az ügyről, és akkor is elmondtam, hogy ez a helyzet ez nem jó a NOB részéről, és, uh-huh. ez nem jó, hogy ez teljesen mindegy, hogy Eurosportnak hívják, vagy bármilyen Ilágos, tévének, de kell lennie egy olyan tévének, ahol az emberek, akik kíváncsiak az olimpiára, nem a nemzeti olimpiára, hanem az olimpiára magára, meg tudják nézni, és ilyen nem volt Szocsiba. És ez az egy, amiről ez az írás is, vagy mind a két írás szól szerintem. Uh-huh. Ezzel magad alatt vágtad a fát, mert azon kevés szerencsések között voltál, akit egy más csatornától odahívtak, és már Londonban is ugye közvetítettél, és ugye most, vagy tavaly Szocsiban is, és talán most Rióban nem lesz meg neked ez a lehetőség. Lehet. De én azt gondolom, hogy az ember... Én nem írtam semmi olyat ott abban a cikkben, amiben teljesen biztos vagyok, amivel én kvázi egy munkaadómat megbántottam volna. Ennyire azért vagyok képzett ezekben a kérdésekben, hogy az ember ilyet nem csinál. Hogy... Érzékenyek vagyunk mi televíziósok, vagy inkább mondom, mi a televíziótársaságok? Ezek ilyen hiúsági, vagy én nem ezt nem tudom, hogy ez miért jött. Engem fölhívott az akkori főszerkesztő, elmondta, hogy a hétvégi boxmérkőzésen, mert akkor az Erdély Zsolt búcsúmeccsét is velem akarták közvetíteni, ami azért lett volna érdekes, ugye, mert az összes eddig közvetítettem az egyébként, és hogy azt már ne én csináljam. Uh-huh. Hát ez de nem csak dobogón hogy... vagy, van, akit úgy hívtak vissza, hogy már ment osztrák határ, Taip Átlá lépte, ment Forma 1-et közvetíteni, és visszarendelték. De nem tudom, hogy egyébként ugye miatt ezért ez egy rettenetesen nagy harag-e. Tehát ez nem is, nem, akkor nem közvetítettem, nem tudom, hogy én nekem most ott hogy állnál a szénám ebbe az ügybe. A lelkem az tiszta, és azt gondolom viszont, hogy az egy fontos dolog, hogy azért egy kommentátor is újságíró. Tehát a véleményem az szabad. A véleményet azt bárki is alkalmaz, azt nyilván nem fogok. A munkaadójával az ember lojális nyilván egy ideig, de ez nem jelenti azt, hogy véleményét azt ne írhatná le adott esetben kulturált keretek között, és ez kulturált keretek között ez biztosan megmaradt, még akkor is, hogyha ezen nyilván lehet vitatkozni, hogy igazán volt-e vagy nem. Ez így van ma, bocsáss meg, ez így van ma a magyar sportsajtóban? Tehát többé-kevésbé leírhatják, és most véletlenül sem politikai vonalakra gondolok, vagy leírják? Nem tudom, mi leírjuk. Pont ezért egyébként én, amikor ez történt, akkor Ledben nagyon-nagyon nem szerettem a magyar sportsajtó írott részét, úgy gondoltam, hogy nagyon elment egy ilyen rettentesen bulváros irányba, és hogy igazából arra jöttem rá, hogy én magam, mint kommentátor nem készülök semmit magyarul, mert nem tudok hol magyarul olvasni a sportról. Ez volt. Én így éreztem. Nem, tehát akik írtak, azokról, amiket én közvetítettem, azok azt írták, amit én mondtam. Tehát az úgy olyan nagyon, most azzal nem vagyok beljebb. Hogy, uh-huh. És akkor elkezdtünk gondolkodni pár az Eurosportnál, hogy jó, hát azért lehet, hogy ezen változtatni kéne, és akkor létrehoztunk egy oldalt, ami a
hosszabbítás lett, hosszabbítás.hu, ott mi leírunk mindent. Ami, tehát pont ez az, hogy szabadak vagyunk, mert a miénk az egész, és azt írjuk, amit szeretnénk. Nálunk viszont sajnos nincs hosszabbítás, de én remélem, hogy uszodákban, sörözőkben, atlétikai és egyéb sportkörökben erről még beszélgetnek, meg azért mi is fogunk mással, meg talán veled is a sportpályán is. Köszönjük a, hogy kell ezt mondani, szabós stílust, mondjuk inkább így. Köszönjük szépen, egy hét múlva Csurka Gergellyel találkozhatnak. Viszontlátásra. Média partnerünk a sport24.hu. Együttműködő partnerünk a Komlósi Oktatási Stúdió.